bennem nagy vágy volt arra, hogy jó versenyző legyek. Biztos voltam abban, hogyha egyszer nyernék egy világbajnokságot, gondoltam ezt 16-17 éves koromban már, nyernék egy világbajnokságot ötusában, életem végéig maradéktalanul boldog lennék. Mivel az ember a boldogsága kedvéért mindent hajlandó megtenni, különösen fiatalkorban, ezért aztán nem volt kétségem efelől, hogy nekem Pestre kell menni, edzeni kell, mindent megtenni, 24 órából áll a nap, mindent annak érdekében beállítani, hogy a verseny eredményem javuljanak. 63-ban nyertem először világbajnokságot, és 69-ben az egymás után következő 5. világbajnokságot is megnyertem. És a maradéktalan boldogság az 5. után sem volt sehol. Akkor kezdtem ilyetten keresni, hogy hol van a maradéktalan boldogság, ha egy ilyen mérvű siker után sincs az embernek boldogsága. Honnan lehet például akaraterőt szerezni? Mivel elmúlt belőlem, látván, hogy az elért ilyen nagy sporteredmény sem tesz boldoggá. Nem volt kedve medzeni már. Többek között a Bibliába is kutakodtam, ott találtam egy mondatot, Jézus mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Százszor hallottam, soha nem értettem, akkor megértettem. Valami a lelkem mélyének világossá vált. El kell engedni a nyerésvágy görcsét, mert különben nem lehet nyerni. Valami átfordult bennem. Attól kezdve minden megindult úgy, mint a karikacsapás. 72-ben nyertem végül is egy egyéni olimpiai bajnokságot. Ennek a felismerésnek, 69 őszén kapott felismerésnek, és a 72-es nyerésnek összefüggése volt. Meggyőződésem, hogy amikor a lelkünk mélyén feladtunk valamit, akkor válunk alkalmasakká, akkor kerülünk a siker körülményébe. Mert utána az ember bármit csinál, úgy érzi, mintha nem ő lenne, aki dönt, aki erőt feszít, aki cselekszik, hanem valaki, mintha vinné. Az egész egy kegyelmi állapot. Magától megy minden. Adi gyönyörűen fogalmazza meg az Úr érkezése című versében, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Néha visszanézve látja az ember csak, hogy nem ő az érdemszerző, hanem valaki tolta, mint a tolószékbe a bénát, vagy vezetik, mint a vakot. Adi úgy mondja az egyik versében, ha néha-néha győzök, tudom, ő járt előttem, kivont a kardját, megelőzött. De ezt nagyon sokszor csak visszanézve tapasztalja az ember. De ha megtörténik ez a felismerés, és elkezdnek például dicsérni valakit, mint engem sokszor dicsérnek, Bandi, neked milyen akaraterőd volt, stb. Ha hagyom magamon ezt a rám rakott érdemet, engem lehúz. Nekem kötelességem immáron, aki felismertem, hogy ki az érdemnek a gazdája, nekem kötelességem már rám mutatni. Nem én. Nekem nem volt akaraterőm. Kedvet kaptam, rengeteget kaptam. Nekem ahhoz kellett volna akaraterő, hogy ne edzésre menjek, hanem sörözni menjek, vagy moziba menjek, ahhoz kellett volna akaraterőm. Nem tudtam arról, hogy akaraterőm lenne. Kedvem volt, hajlandóságom. Azt tapasztalom, hogy amit az Isten akar, hogy csináljunk, ad hozzá kedvet, erőt, alkalmasságot, és nagyon fontos szempont, ad hozzá sors körülményt. Marci. Mindenkinek van egy külön küldetés a világban. Nagyon nagy hiba, ha elkezdjük irigyelni a másiknak az útját, a helyzetét, a sorsát. Mert ő nem szenvedett. Holott, visszanézve, mindenki tudja, a szenvedés, amin keresztül ment, az óriási hasznokkal járt számára. Ez a szenvedés az olyan, hogy az ember nem szeretne szenvedni,
de ha túl van rajta, rengeteg haszon van belőle. Nyilván, hogy egy elszánt edzés egy sportolónak, amikor szenvedéssel, kínlódással, kimerülésekkel jár, valahol az embernek hasznára válik. De ezt ehhez, hogy ez hasznára válik, szükséges az a tudat, hogy az életünknek a kormányosa, a megkonstruálója az az Isten. Ha ezt nem fogjuk fel, akkor állandóan bosszankodunk, vagy büszkék vagyunk, vagy gőgösek vagyunk, vagy depressziósak vagyunk, mert nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Ha valaki ezt felismeri, megkönnyebbedik az élete. Nem kell olyan természetű elvárásnak megfelelnie, amit az emberek akasztanak a nyakába és leterhelik vele. Le lehet dobni. Túl kell mutatni az Isten. Ő volt, nem én. Én megkaptam a lehetőséget, és túljutottam rajta. Ezt szándékozta velem tenni az Isten. Nyilván, hogy van, akik felismerik, van, aki nem ismerik. Én ezt felismertem. Ez a siker állapota, a neki való átengedődöttség. És a sikeresség, sikertelenség mind hasznára válik az embernek. Világbajnokság 1969. Balczó András biztonsággal irányítja lovát akadályról akadályra. Az ötödik napon megmozdul a város. Ezerek lódulnak neki, hogy legalább néhány lépést együtt futhassanak a kedvencükkel. Balczó hajrája káprázatos, egyetlen harsány kiáltás az utolsó 100 méter. És végül egymás után sorrendben ötödször.